2019 nyarán döntött a kormányzat arról, hogy a gyerekek 6 éves koruktól tankötelesek. Az iskola érettségről korábban a szülő, az óvónő, az óvoda vezetője és az óvoda pszichológusa dönthetett. 2020. januárjától jelentősen megváltoztak a jogszabályok. Ha a szülők úgy gondolják, hogy gyerekük még nem iskola érett, akkor az oktatási hivatalhoz kell benyújtaniuk egy kérelmet. Megváltoztak a jogszabályok is, és az óvodák kezéből, hogy úgy mondjam, kivették a gyermekekről való döntést, ami azt jelenti, hogy az oktatási hivatal az, aki benyújtott dokumentumok alapján elutasítja a gyereket, azaz kötelező iskolába mennie, vagy megadja, azaz jóvá hagyja azt a kérést, hogy a gyerek még egy évig óvodában maradjon, vagy a pedagógiai szakszolgálathoz küldi a gyermeket vizsgálatra. Na most a pedagógiai szakszolgálatok jogosultak tehát egy vizsgálatot végezni a gyerekkel kapcsolatban. A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület szerint nem volt jó változtatás, hogy kihagyják az óvodákat a döntésből, mivel a gyerekek fejlődését ők követték nyomon az óvodai évek alatt. Az oktatási hivatal megkeresésünkre azt a választ adta, hogy a szülő bármilyen indok alapján gondolhatja úgy, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokoltá teszi az iskola kezdés halasztását. Az eljárásban ezeket a körülményeket vizsgálják ki. Az rendben van, hogy a szülő úgy gondolja, hogy maradjon a gyermek még óvodába, mert ezt mondjuk javasolták neki az óvodába, vagy megbeszélte ott a szakemberekkel, mert egyébként az oktatási hivatal által kért dokumentumok, azok lehetnek orvosi papírok, lehetnek szakszolgálati, vizsgálati papírok, és még egyszer mondom, őket kell megkérdezni, hogy és mi minden más, mert az óvodának erről nincs tudomása, mert őt erről nem tájékoztatták. És még egyszer mondom, a rendszerből az óvoda és az óvodapedagógus teljes mértékben ki van hagyva. Az űrlapot a tankötelezettség.oktatás.hu oldalon kell kitölteni, majd kinyomtatni, aláírni és postára adni. Az oktatási hivatal azokat a kérelmeket még elfogadja, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 31-e szerepel. Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll, a szakszerű döntés meghozatalához az oktatási hivatal 8 napon belül dönt az adott ügyben. Ha 8 napon belül nem hozható döntés a kérelem alapján, vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok és információk beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése lesz indokolt, az oktatási hivatal teljes eljárásban, vagyis 60 napon belül dönt a kérelemről, tájékoztat a televíziónkat a szervezet. Eddig egyébként több mint 7200 kérelem érkezett az oktatási hivatalhoz, 2000 ügy esetében pedig már egyértelműen megítélhető döntés is született.